Köszöntjük valamennyiüket, ez a Képtár a Dél-Dunántúli Régió közéleti és kulturális magazinműsora, tartsanak velünk! Szellemek, boszorkányok, kalózok és más vidám rémségek szórakoztatták a családokat Szent Miklós hajón Siófokon. A Balatoni Hajózási Társaság harmadik alkalommal indított Halloween járatot. A másfél órás varázslatos úton kincsvadászattal is várták a gyerekeket. Sorra szálltak fel a boszorkányok, kalózok, szellemek, tökmanók a Szent Miklós hajóra. Szombaton Halloween járatot indított Siófokról és Balatonfüredről a Bahart. Szellemnek öltöztem be, csak most levettem, és nagyon jó volt a műsor. Először vagy ezen a Halloween hajón? Hát ezen a Halloweenon először meg voltam már egy Mikulás bulin is. A gyerekeket interaktív bűvész show várta. 1, 2, 3, és íve! A több mint 100 utas többsége jelmezben érkezett. Harmadik alkalommal vagyok ezen a hajón. Csontváznak öltöztem. A szülők szerint a másfél órás hajóút nagyon jó kikapcsolódást nyújtott a családoknak. Először jöttünk a Halloween hajóra, és nagyon tetszett a műsor. Vidám volt, vicces, és ők már nagyobb csak, de ők is élvezték ezt az előadást, úgyhogy mindenképpen érdemes volt eljönnünk. A Halloween járatot harmadik alkalommal indította a Balatoni Hajózási Társaság. Minden évben végzünk ügyfél elégedettségmérést, felmérjük azt, hogy mire van igénye az utazóközönségnek, és azt tapasztaljuk, hogy mindenki szeretne a hajón az utazás közben valamilyen élményben, programban részesülni, úgyhogy minden jeles alkalommal most már azt mondom, indítunk valamilyen hajót, kezdtük gyakorlatilag a húsvéti nyuszi hajóval a 172. hajózási szezont, és még ma sem fogjuk befejezni a Halloween hajóval. Füred kapitány vezette kincsvadászaton, a hajón elrejtett kártyákért könyveket és édességet kaptak a gyerekek. Legközelebb december 2-án fut ki a Mikulás hajó a siófoki kikötőből. Cary Turner, Franz Schubert és Johannes Brahms, világhírű zeneszerzők, műveiket kamarakoncert keretében hallhatta a közönség a Pannon Filharmonikusok művészbejáró című hangversenyén. Cary Turner Cash-Behoff-Tetuán című művét is hallhatta a közönség a Pannon Filharmonikusok idei első kamarazenei estjén. A művészbejáró koncertsorozatban többek között olyan zeneszerzők alkotásai is felcsendülnek, mint Franz Schubert vagy Johannes Brahms. A kürt művészekből álló kvintetben Varga Ferenc szólót játszott. A zenész szerint választott hangszere különleges, hiszen sokoldalú hangzása bármilyen összeállításban megállja a helyét. Ez a kürt gyakorlatilag ventilekkel változtathatom meg a hang magasságát, bármilyen hangszerrel, egészen meglepő kombinációkat tud megszólalni, például ilyen az est végén elhangzó Brahms kürtriója is, amely hegedűvel és zongorával együtt hangzik el, igazából bármilyen kamara formációban előfordul. A művész elárulta, miben más egy kamarazenei koncert, és hogy maguk a zenészek miért is kedvelik annyira ezt a műfajt. Abszolút más célközönségről van szó. Aki zenében érdekelt, az arra itt is számíthatunk. Fontos, hogy megemlítsem, hogy nagyon közösségépítő ez a fajta zenélés a zenészek számára is. Nagyon fontosnak tartjuk a kamarazenélést a nagyzenekari játék szempontjából is, mivel nagyon jó hatással van ez a közösségi játékunkra, nagyzenekari szinten is. A hangverseny programjában szerepelt Schubert a Halál és a Lányka című alkotása is. A közel 20 perces zeneművet a Pannon Filharmonikusokból összeállt vonós négyes játszotta el a közönségnek. Thank you.
műsort már jóval korábban összeállította egy grémium tulajdonképpen, ami a zenekarunk vezetősége, és tulajdonképpen mindenki az egyéni szimpátiája alapján választott partnereket magának, és hogy kivel tud inspirálóan dolgozni, hiszen a kamarazenélés alapvetően arról is szól, hogy egymást inspiráljuk, és kihozzuk magunkból, kihozzuk egymásból azokat az addig nem ismert határokon túli képességeket, amik addig rejtve voltak. A kamarazene műfaj egy rettentő intim műfaj. Aki vágyik erre a kicsit befele forduló gondolkodásra, az talán jobban meg van szólítva, mint akit kápráztat a nagy zenekar a színpadon a létszámával és a hangszerek sokaságával. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy nagy zenekar, a szimfonikus zenekarra nem lehetett intim hangulatot teremteni, de nyilván a kevesebb emberrel sokkal könnyebb. És ez az, amit pótolni szeretnénk ezzel a sorozattal, hogy ezt az intimitást, ami egy kicsit manapság nehéz megélni a hétköznapokban, ezt szeretnénk elhozni a közönségnek. Természetesen a nagyzenekari életünkben ott vannak, kifejezetten korosztályos programok. Ott cél is az, hogy az a meghatározott korosztályt érjük el, és ehhez muszáj, hogy szűkítsük tehát, hogy bizonyos sávokba gondolkozzunk az életkor tekintetében, hiszen úgy tudjuk a legszemélyesebben megszólítani az embereket, de a kamara zene az korhatár nélküli. A műfajok ugyanúgy, mint a zenetörténeti korszakok, amiket felölel ez az egész sorozat, nagyon színes. Tehát a baroktól kezdve egészen a kortárs zenéig, úgyhogy talán mindenki megtalálhatja azt, ami számára érdekes, és ugyanakkor újdonságokat, frissességeket is hallhat. Az idei évadban még 3 alkalommal látogathat el a közönség a művészbejáró koncertsorozatra. A részletes műsor a Pannon Filharmonikusok programfüzetében olvasható. Minden a tökről szólt a hétvégén Rádpusztán. A gyerekek tököt faragtak, még a felnőttek tökös ételeket kóstolhattak. A tök jó napokat immár 7. alkalommal rendezték meg a gasztroélmény birtokon. Készül a tök lámpás Rádpusztán. Tibor először a belsejét kezdte el kiszedni. Most még kivágom a belsejét a kanállal, és akkor még kivágom a szemét úgy, ahogy van. Könnyű vagy nehéz? Hát nehéz egy picit, mert ide van ragadva a mag. Tökfaragó mestertől is tanulhattak tököt kívánni és festeni a gyerekek. Nem csak rémisztő alakokat lehet faragni ezzel a tökkel, hanem játékos, kedves alakokat is, és én magam is erre törekszek, hogy az embereket felvidítsam a tökfaragásaimmal. 7. alkalommal rendeztek a hétvégén tök jó napokat a rádpusztai gasztroélmény birtokon. A 2 napon keresztül tökfaragással, tökfestéssel, arcfestéssel, csillámtetoválással várjuk az érdeklődőket, van kézműves vásár, a csárdánkban tökös ételek készülnek, itt pedig a sátorban a balatoni hallgazdálkodási non-profit ZRT készít halászlét. A 2 nap alatt több száz liter halászlét kóstolhattak meg a vendégek Rádpusztán. Meg az Ilmapusztai tógazdaságból származó halat kínáljuk itt. 200 liter halászlét főztünk tegnap, illetve a mai napon, és hát várunk mindenkit szeretettel, kóstolják meg a minőségi magyar halat, ugyanis ez a hal Ilmapusztáról származván már a minőségi magyar hal kategóriát képviseli, ugyanis tavaly évben sikerült az Ilmapusztai pontjunkra és sülőnkre elnyelni minőségi magyar hal megítélést. Vasárnap estig a tökös programok mellett csacsi simogatás, lovaskocsikázás és gokártozás is várta a látogatókat.
Egyszer volt, hol nem volt, Pécsette a Mária utcában állt egy szép házikó. Ez volt a pécsi bábosok otthona, a Bóbita Bábszínház. A 2011-es esztendőben azonban útra kelt a Bóbita, hogy egy a Zsolnai negyedben lévő bábszínházzá varázsolt épületbe telepedjen át. 7 éve költözött a Zsolnai negyedbe a Bóbita Bábszínház. Az eltelt évadok előadásaiból nyílt kiállításuk a bábmúzeumokban. Elsőként a Bagoly kisasszony meséinek kellékeivel találkozhatnak a látogatók. Különleges a mese is, és nagyon sokféle technika szerepelt az előadásban. Tehát volt maszkos játék, volt hátulról mozgatott úgynevezett bórakú báb, és hát az érdekessége, hogy talán felismerhető, hogy a két színész kollega lett megformázva, Kalocsányi Gábor és Cédani. A báboknál, tehát tulajdonképpen ők lettek duplifikálva, illetve hát egy ilyen óriás bábok is szerepeltek, nagyon, nagyon különleges vizuális megoldással. Kifejezetten kedvenc előadásaim közé tartozott, és nagyon jó zene volt, ami abból a szempontból is különleges, hogy a színész kollégák zenéltek, de hát ez sok előadásunkban jellemző. Majd következnek a kis hablány történetének bábjai. Itt majd, hogy nem minden szereplő, tehát még pár maszk, ami talán hiányzik, de hát a két főszereplő, a kis hablány, illetve a királyfi itt látható. Ami még ennek az előadásnak a különlegessége volt, és egy részlete, egy hatalmas gömb adta a díszletet. Nagyon szerettem ezt az előadást, de nem volt olyan nagy közönség siker, hiszen egy picit szomorú, picit líraibb ez a mese, hogy a nagy közönség számára egy folyamatosan műsoron tartható előadást legyen. Utána Hüvelyk Matyi meséjét idézik fel a kiállított darabok. Szerettem a Hüvelyk Matyit, egy picit a díszletével volt olyan értelemben problémám, hogy egy kicsit lehetett volna színesebb, itt látható is a makettje. Egyébként nagyon ötletesen funkcionált, nagyon sok mindent tudott ez a díszlet, forgott, átalakult. És hát aminek én külön örültem, hogy gyakorlatilag nagyon pontosan követte a klasszikus mesének a történetét, és úgymond még a félelmetes elemekből, tehát a patkányokból is elég vicces, humoros figurákat tudtak az előadásban létrehozni. Majd jönnek sorban a további előadások főszereplői kellékei. 7 évvel ezelőtt költöztünk ide a Zsolnai negyedbe, akkor kaptuk ezt a nagyon szép épületet, és hát a 7 az egy mesebeli számnak számít, és így jutott eszünkbe az, hogy az elmúlt 7 év bemutatóiból, előadásaiból egy válogatást itt a Báb Múzeumban bemutatunk, tehát olyan darabok láthatók, amelyeket már nem játszunk, viszont az elmúlt időszakban, akár még pár hónappal ezelőtt a színpadon láthattak, és azt gondolom, hogy ennek van egy izgalmassága, hogy azok a színpadon lévő bábok, díszletelemek, amiket megcsodálhattak, most ilyen kézközeli közelségben meg lehet tekinteni. Itt inkább azért a szemre számítunk, tehát meg lehet közelről nézni, láthatják, hogy milyen aprólékos festések vannak, lehet látni azt, hogy a játékból eredő kis sérüléseket is. Tehát szerintem nagyon izgalmas, és ahogy a visszajelzésekből kiderül, hogy nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is érdeklődéssel nézik. Azért egyik előadásnak sincs a teljes szereplőgárdája kiállítva. Egyrészt helyi igény miatt, tehát nagyon-nagyon sok báb kellék van egy darabunkban. Inkább talán a legérdekesebb, legjellemzőbb bábokat mutatjuk be. És hát amikor pár évvel ezelőtt volt a Bóbita 50 kiállítás, akkor is sok művelődési ház megkeresett bennünket. Ha jól emlékszem, 5-6
5-6 helyre vittük Mosó-Magyaróvártól elkezdve az Alföldig kiállítási anyagunkat, és már most is a Ceglédi Művelődési Ház megkeresett bennünket, hogy márciustól ott állítsuk ki ezt a kiállítási anyagot, és hát nagy örömmel teszünk ennek eleget. Azonban addig még láthatják a Hét mesebeli esztendő című kiállítást a Pécsi Bóbitabáb Színházban. Jövő év január 5-éig várják az érdeklődőket a tárlatra. A versek és a dalszövegek közötti különbségekről is tartott előadást Beck Zoltán a Munkácsi Mihály Gimnáziumban. A 30Y frontemberét már nem először hívták meg rendhagyó irodalomórára. A zenész szerint fontos, hogy a diákokkal közvetlenebb stílussal hozza közelebb az irodalmi műveket. Ez volt a Berzsenyi Társaság célja is a rendhagyó irodalomórával. Nem volt Isten, hogy meggyógyítson magamtól, meg nem ment. Ki vagyok én és ki vagy más, szívemhez szorítom a testem. Hály János megzenésített verseiből is adott ízelítőt Beck Zoltán a Munkács Mihály Gimnáziumban. A zeneszerző arra próbálta rávezetni a fiatalokat, hogy a tévhittel ellentétben nem lehet egy kalap alatt említeni a dalszövegeket a versekkel. A létmódjukban van különbség, tehát egyszerűen az van, hogy ha szofisztikáltabban talán úgy mondanám, hogy a versszöveg egzisztenciája és a dalszövegi az alapvetően különbözik. Egyszerűen különbözik, ahogyan léteznek, különbözik, ahogy a világban vannak, és emiatt különböző befogadási stratégiákkal tudjuk ezt megközelíteni. Hogy mit tudom, mondjak egy egyszerű példát, mondjuk a versszöveg az egy fehér papíron hever, míg egy dalszöveg egy ember hangján szól. Ez önmagában jelentős különbség. Az egyiknek a létezése a hangban, a másiknak a létezése pedig az írásban, ha úgy tetszik, a vizualitásban van. A rendhagyó irodalomórán a 30Y zenekar frontembere előadásában arról is beszélt, hogy sokkal inkább kellene a művek értelmezését előtérbe helyezni, mint sem egy-egy író költő életét elemezni. Egy kicsit ott ragadunk le, hogy ebben a viszonyrendszerben hozzuk létre a legtöbb jelentésünket. Szóval a művet egy kicsit eltávolítjuk magunktól, és inkább a szerzőhöz kapcsolódó biografikus adatokat, a szerzőhöz kapcsolódó kor ismérveket, történeti, társadalmi, gazdasági meghatározottságokat tanuljuk meg elég jól. Beck Zoltántól nem áll messze az irodalom oktatása, hiszen a Pécsi Tudományegyetemen romológiát tanít. Mint mondja, mindig szívesen vállal a Berzsenyi Társaságéhoz hasonló felkéréseket, hiszen jól megérteti magát a diákokkal. Alapvetően nagyon hiszek ezekben a rendhagyó órákban, szóval, hogy az, hogy a koncertszituáción kívül lehet találkozni fiatalokkal és gondolkodni a befogadás sokféleségéről, az egyszerűen állatira izgalmas, intellektuális tekintetben is izgalmas kaland, nekem is természetesen, és érzelmi tekintetben is állatira izgalmas, hiszen itt nagyon közel vagyunk egymáshoz, és egy rendhagyó irodalomóra gyakorlatilag nagyon kevéssé múlik rajtam. Sokkal inkább múlik annak a sikere, kalandja, élménye, azokon a fiatalokon, akik ott vannak. Az előadást élvezettel hallgatták végig a gimnázium diákjai. Sokan közülük kifejezetten szeretik az irodalom órát. Nekem nagyon jó magyar tanárom van, és egyrészt az író életébe is nagyon bele szoktunk merülni. Akár kisebb ilyen magánéleti dolgokat is tanulunk, de a verseket nagyon mélyen szoktuk venni és elemezni. A Berzsenyi Társaság már nem először szervezett ilyen jellegű irodalomórát a fiataloknak. Eddig 8 éven keresztül csináltuk a Niklai Irodalmi Tábort, ahova középiskolásokat vártunk és fogadtunk. Most meg úgy gondoltuk, hogy egy-egy rendezvényt kiviszünk a helyszínre, és úgy szólítjuk meg a fiatalokat. Volt egy pályázati lehetőség, ezzel élt a Berzsenyi Társaság, és két rendezvényen szerepelhettek mai előadó művészek, így Szilas Miklóst vittük a Katolikus Gimnáziumba, most pedig Beck Zoltánt hoztuk ide a Munkácsi Gimnáziumba. A rendhagyó óra célja, hogy a fiatalokhoz egy új szemszögből hozza közelebb az irodalmat.
Gála műsorral ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Jelenkor folyóirat október 17-én. Az ünnepi esnek a Pécsi Nemzeti Színház kamaraterme adott otthont. A Jelenkor Pécsre szerkesztett országos terjesztésű irodalmi és művészeti folyóirat, melynek jelentős pécsi lapok voltak az elődjei. Volt elődje a Jelenkornak, amit mindig is számon tartott a lap, a mindenkori alkotógárdája, szerzők és szerkesztők is fontos előzménynek tartották a Sorsunk című folyóiratot, amit Várkonyi Nándor szerkesztett olyan akkor fiatal, kiváló írókkal, költőkkel, mint Vörös Sándor vagy Csorba Győző például. Ez a 40-es években volt ez a lap. Igen, nehéz történelmi körülmények között működött. 41-ben jött létre, 48-ban a kommunista fordulat évében lehetetlenült el a működése. Aztán a 40-es évek legvégén és az 50-es években is volt egy lap, egy folyóirat Pécset, Dunántúl címmel. Nagyon-nagyon nehéz, kemény időkben, a Rákosi időkben is kifejezetten azt mondhatjuk, hogy nagyon komoly alkotók publikáltak benne. Mindenképp mondom Vörös Sándort, aki akkor nagyon rosszul állt, hogy úgy mondjam, a korabeli kultúrpolitika szempontjából, egészen komoly nagy verseit közölte ebben a pécsi lapban. Tehát itt van egy nagyon komoly folyamatosság a pécsi irodalomban, a lapokat tekintve is, és az alkotókat tekintve, akiket itt sorolok, hiszen Vörös aztán a Jelenkornak is nagyon fontos költője volt. Csorba Győző pedig, akit az előbb említettem, a Sorsunkkal kapcsolatban a főmunkatársa volt ennek a lapnak már a Jelenkornak, ami 58 októberében indult. Megint csak nagyon nehéz történelmi körülmények között, hiszen az 56-os forradalom után egy nagyon kemény ilyen elnyomásban indult, úgyhogy tulajdonképpen egészen fantasztikus, hogy ezek az emberek, akikről itt beszélek, meg még sok más, milyen szellemi nívót tudtak létrehozni olyan vérzivataros időkben, amikről itt beszélünk. Az ünnepi esten saját verseiből olvasott fel Bertók László, Kossuth Díjas íróköltő is. 1957-58 környékén kezdett újra írni, miután kiengedték a börtönből az egészen fiatal 20-as éveit járó Bertókot. Később elvégezte Pécsett a magyar történelem szakot. 40-es évei környékén kezdett igazán teret adni írói vénájának. Így val arról az időről. Én nagyon nehezen találtam magamra költőként, elnyújtott pálya kezdés, így nevezik, de az volt tényleg, mert 40 éves voltam, amikor a Szederkényi meghívott a szerkesztőbizottságba 75-be, és körülbelül ezt követően alakult ki az én hangom, tehát megjelentkezett az első kötetem 72-ben, de már 37 éves voltam, és viszont 82-től meg olyan állásba mentem a Városi Könyvtárba, hogy félállásban, mert írni akartam, és utána jöttek a könyveim, aztán egymás után. De itt is a jelenkor az egy műhely volt, legalábbis nekem az, amikor én engem fölvett, hát ez egy mellékállás volt, ez a szerkesztőbizottsági tagság, minden kedden este gyűltünk össze, és én egyébként a Városi Könyvtárába dolgoztam. A pécsi irodalmi hagyományról és benne a Jelenkor szerepéről Nagy Imre beszélt, a folyóirat készítésének tapasztalatait, meghatározó alakjait, történetét Ágoston Zoltán, a lap főszerkesztője idézte, aki az utánpótlás jelentőségét is kihangsúlyozta. Itt van utánpótlás, azt kell látni, hogy a fiataloknak egy része ugyanúgy érzékeny a versre. Vannak érdekes köztes műfajok, mint például a slam poetry, amiben ugye a popkultúra felől érkezvén sokan olyan fajta kifejezési módra találnak, ami fontos, tehát hogy ki akarják magukat fejezni, hogy ők hogyan érzik magukat, hogyan látják a világot. És a slamből is nagyon sokan érkeznek a fiatalok, a slam felül a tényleges, a magas irodalmi vers felé, előbb-utóbb meglátják, hogy ez éppen olyan autentikus, hogy ugyanolyan igazi megnyilatkozási forma ahhoz, hogy az ember beszéljen a világról. Az idén 60 éves Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat folytatja a születésnapi megemlékezést. Október végén Budapesten egy hasonló irodalmi estel ünnepelnek, mint amit most a Pécsi Nemzeti Színház kamaratermében rendeztek a Pannonfilharmonikusok és a Pécsi Nemzeti Színház színészeinek közreműködésével. Novemberben egy pécsi kiállítás Pincehelyi Sándor rendezésében lát napvilágot a Jelenkor 60-at ünnepelve a Pécsi Galériában. Ennyi volt már a Képtár. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!